Sziasztok, ez itt a Lépten nyomon, és ezúttal a Szent Benedeki Kornis kastélyt mutatom be nektek. Állandó utitársam, a kisfiam és a férjem mellett ezúttal egy nagyon lelkes szamosújvári fiatalember, Szilágyi Lóri is elkísért erre az útra. A szamosújvári örmény katolikus székesegyház előtt találkoztunk. Lóri és osztálytársai egy igazán nemes ügybe kezdtek. Örökbe fogadták a nem túl fényes jelent, de annál fényesebb múltat megélő Kornis kastélyt. Tudjátok, legutóbb a Kolozs megyei Szamosújváron jártunk. Onnan pedig csak egy ugrásnyira van a Kornis kastély. Egy rövid séta, ismerkedés és ebéd után útnak indultunk Szent Benedekre, ahová akkor még nem tudtuk, hogy hamarosan visszatérünk. Közben ideértünk a Szent Benedeki Kornis kastélyhoz. Két fiatal csatlakozott hozzánk, akik az örökségünk őrei vetélkedő keretében őrangyalai ennek a Kornis kastélynak. Nem csak ők, hanem a társaik, osztálytársaik és tanáraik is. És ők most azért vannak velünk, hogy körbejárjuk együtt ezt a területet, ezt a kastélyt, és elmesélnek nekünk mindent, amit eddig ezért a kastélyért tettek, és remélhetőleg még a jövőben is foglalkozni fognak vele, úgyhogy tenni fognak. Márton Brigitta és Szilágyi Lóri az, akik csatlakoztak hozzánk. Szóval meséljetek nekem arról, hogy mi is ez az örökségünk őrei, és miért pont a Szent Benedeki Kornis kastély, hiszen Szamosújvártól azért pár kilométerre van, közel 20 kilométerre, ugye? Az egész mese a Kornis kastéllyal az a 2017-2018-as tanévben kezdődött számunkra, ugyanis akkor csatlakoztunk az örökségünk körei versenyhez. A verseny célja az, hogy a diákok és pár tanár felhívja az épített örökségeinkre a figyelmet, hogy foglalkozzanak a műemlékkel. És akkor mi is ebbe a versenybe csatlakoztunk, és a Kornis kastélyra esett a választásunk. Mi fogott meg benneteket ebben a kastélyban? Gondolkodtunk, hogy a környéken melyik az a műemlék, melyik az az örökségünk, ami úgymond egy picit magára van hagyva és szükség van ápolásra. És akkor láttuk, hogy itt áll a kastély, magába omladozik, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezen tenni kéne valamit. A rendszerváltás után a helyiek, vagy nem tudom, hogy kik, idejöttek a kastélyhoz, és teljesen kirámolták a kastélyt, bútorzatot, a kastélyban volt egy könyvtár, annak a teljes könyvtárát kihozták ide az udvarra és elégették. Ma már egy egyesületet is létrehoztunk, a Téka Alapítvány jóvoltából és pár lelkes ember, G.R. Ferenc tulajdonos jóvoltából is. És a célunk az, hogy ez az egész kastély komplexum, hogyha tudom így nevezni, felújuljon. Az ember, amikor itt körülnéz, akkor nem hiszi el, hogy itt az 1940-es években javában zajlott a főúri élet. Brigitta, téged mi fogott meg ebben a kastélyban? Láttuk, hogy mit tud csinálni az ember egy nagyon szép műemlékből és egy örökségből, és szerintem ez a fontos ebben a versenyben, hogy ezt megmentjük. Szerintem tegyünk egy sétát most, és akkor kíváncsi vagyok arra, hogy ti milyen érdekességeket tudtok elmondani a kastély történetéről. Ez volt a vendégeknek a szállója. Ez a kaputorony. A régi várból szerintem, hogy biztos, hogy ez áll még a legstabilabban. Itt, hogyha kinézünk, láthatjuk, hogy ott van az a két oszlop. Igen, ugye ott voltak az ott unikornisok. Ott voltak az unikornisok, mivel az unikornis a kornis szalád címára alatta, uh-huh. És ezeket most pontosan nem tudom megmondani, mikor megpróbálták ellopni, de a nehéz súlyuk miatt leejtették ide az árokba. Most valahol nyíresen vannak össze. Első ilyen szemét akciónk az tavaly volt, most pontosan nem tudom mikor, egy biciklitúrával volt összekötve, és az volt a lényege, hogy páran összegyűltünk, azt hiszem kb. 30 visz, és biciklivel ide kijöttünk a Kornis kastélyhoz, és összegyűjtöttük a szemetet. Uh-huh. Kb. Ilyen húzsák szemét gyűlt össze. És azóta sikerült összegyűlnie még ennyinek. És sikerült összegyűlni szerintem még többnek.
támogathatták a projektünket, a szemétmentes Kornis kastélyt, melynek a kigondolása az úgy született meg, hogy ezzel is meg szeretnénk állítani a kastélyban a szemetelést. És akkor, hogyha valaki vette egy ilyent, akkor támogatta azt, hogy ide a Kornis kastély udvarára a szemeteseket gyűjtsünk majd be. Ez a terület eredetileg a Szamosújvári fejedelmi uradalomhoz tartozott, ami pedig a kastélyt illeti, a birtok először a Keresztúri családé volt. Az ő idejükben az 1500-as évek végén felépült itt egy udvarház, majd a birtok a Kornis családé lett, ők bővítették. Kazettás mennyezetű nagy termel lépcső faragványai Erdély egyik legszebb várkastélyává tették. Az öreg kastély 16 szobával és két toronyszobával rendelkezett. Európa egyik legnagyobb ornitológiai magángyűjteménye is ebben az épületben volt. Még egy érdekes történetet fűznék hozzá a családhoz. Kornis Károly 4 autóversenyző volt, és egy Bugattival versenyzett, és erről van is egy kép. És egyik vadászata során pedig egyik lábát amputálni kellett, de ő még így is folytatta az autóversenyzést, és versenyeket is nyert fél lábbal. Ennek a neve az Új Kastély. Uh-huh. Ugye ez még nagyon menthető állapotban van. De ezt is az államosítás után sírónak és iskolának használták, és ezután pedig romlásnak indult ez is. A régi kastélyt a 19-20. Században már nem lakták, mert nehezen volt kifűthető. Ezért a család egy régi magtárat átépített, így jött létre a 20 szobás, minden korabeli komforttal, fűtéssel, vízzel, villannyal, telefonnal felszerelt klasszicista új kastély. Mennyire életveszélyes oda felmenni most? Hát egy picit. Egy picit? Jó, hát a picit még bevállaljuk. Itt láthatjuk ezt az érdekes megoldást, kivitelezést, nem értünk sajnos ehhez, de tudjuk, hogy valamilyen különleges módszerre van ez építve. Az egyesület célja az, hogy sikerüljön egy olyan bizonyos összeget kastélyra fordítani, mivel meg tudjuk majd menteni. A Kornis család nem csak kastélyt, hanem Szent Benedektől pár kilométerre délen egy vízi erőművet is építtetett. Szent Benedeken pedig templomot, amely pár évtizede már ortodox templomként működik. A következő részben még többet megtudhattuk a Kornis kastélyról, hiszen a család több leszármazottjával találkozunk majd, és részt veszünk a második Kornis napon is. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, hogy le ne maradjatok a következő részről. Sziasztok!